tavaly Sala meghívott, amikor már tudta, hogy a dűsztűrű zenekar fog ide jönni, és akkor táncászalálkozón találkoztunk még 2007-ben, és akkor kérdezte, hogy van-e kedvem ez a táborhoz. Hát mondtam neki, hogy én már sok éve táborokat csinálok, éppen most akartam nyugdíjba menni, mert hogy ez azért eléggé lemeríti az embert. Én tudtam, hogy ő most kezdte el ezt a tábort szervezni, mert ez a második tábor, amit csinál, és hát nem akartam pont én, aki régen kollégája voltam, még Sepsiszentgyörgyön. Nem tudom, hogy válogatják össze az embereket, nyilván nem válogatják össze, hanem jelentkeznek, és ezek az emberek ide eljönnek, és itt egyről szól a dolog, hogy jól érezzék magukat, mindenkivel ismerkednek, barátkoznak. Ami nincs Erdélyben és Magyarországon, amilyen táborokban én jártam, hogy tehát a táncpróbákon vannak a szünetek, és akkor gyümölcsöt osztogatnak. Az, hogy külön sütés, főzés van, mondjuk az a kommandón is, ahol én muzsikálok, ott is van tűz mellett, aki akar szalonát süt, de itt rendszeresen azért, hogy az emberek nyilván a vékony kis ebéd, vacsora után megéheznek, akkor ehessenek, akkor mindig valaki vállalkozik, és hát nyilván a csipke alapítványnak a számlájára egy csomó kaját még főznek. Görbői cidin nincs több, viszont van egy utolsó last vinetna. Szelet? Ki lesz? Ki lesz? Mi szabad neked? Egész Michigan állam, ezt szeretném elmondani a New York-i nézőknek, egész Michigan állam a 16 paradicsán talál. Oda jó helyre nézek? 16 paradicsából ennyit tudtunk kihozni. Nincs büfé, ugyanakkor mindenkinek a lelkismeretére van bízva, hogy betegye az 50 centet, vagy az 1 dollárt, hogyha iszik. Persze a zenészek azok kivétel, azok nem tudnak megfizetni, amennyit isznak. Érzem, hogy miért is nézel, érzem, hogy miért is fáj. És a legjobban azt tetszik, hogy a zenészeket például nem úgy kezelik, mint akik meg vannak fizetve, és hogy ők a rabszolgái a tábornak, hanem egyenlő partnerként. Ezt érzed Erdélyben vagy Magyarországon, hogy ez egy kiszolgáltatott helyzetben van a zenész? Egész Kelet-Európában ez a divat, hogy ha már valaki pénzt kap azért, hogy ottan muzsikálhasson, akkor az húzza. Tehát a cigányokkal is így bánnak falun. Gondolom innen öröklődött ez, meg hogy ezt tanulták el a városiak is a táncházakban, hogy ha valaki pénzt kap érte, akkor azt lehet megalázni, lehet húzatni vele. Sokszor volt nézeteltérés ilyenkor a táborokban, hogy hát a zenész is ember, az is élni szeretne, az is megiszik egy sört, az se bírja reggelig minden nap és másnap délelőtti után tanítást. Itt soha ebből nem volt konfliktus, nagyon-nagyon-nagyon
nagyon szeretnek bennünket, és ezt mi is azzal viszonozzuk, hogy szívesen játszunk nekik, és jól érezzük magunkat, és ezt gondolom érződik a hangulatán a tábornak, mert mindenki úgy hallom, azt mondja, hogy a legjobb tábor Amerikában. Köszönöm!